Dávid, elszenvedtük a bajnokságban az első vereségünket tavasszal. Hogy láttad a mai történteket? A meccsképét már láttuk ebbe az évbe. Tulajdonképpen mi birtokoltuk a labdát egy hátrahúzódó ellenféllel szembe. Próbáltuk kialakítani azokat a helyzeteket, amiket meg kombinációkat, amiket elterveztünk. Ezt úgy érzem, hogy nagyban sikerült is. Sokszor, ezt úgy értem, hogy sokszor bejutottunk az ellenfél tízatosán belül, sokszor voltunk ígéretes helyzetben lent a szélén, ahol egy centerezés, egy visszagorított labda, pontos visszagorított labda hiányzott ahhoz, hogy nagy helyzet legyen. Nagy helyzetekből is volt, itt gondolok ugye a 11-esre és illetve a második földőbe egy nullás állásnál egy 5 méteres gyezicerre, ezek voltak a legnagyobbak. Próbálkoztunk ugye a cserék után kicsit dinamizálni, próbáltuk a játékunkat is, azzal próbálkoztunk, de előtte sem volt ezzel probléma, tehát eljutottunk az ellenfél támadózónájába, viszont a gólfókusz viszont az hiányzott. Ez hiányzott, az a határozottság az ellenfél veszélyzónájába, ami kellett volna ahhoz, hogy megszerezzük a vezetést, kiegyenlítsünk és fordítani tudjuk. Enélkül, gól nélkül nem tudunk meccset nyerni, hátul pedig meg voltak olyan koncentráció beesések, kicsit azt tudom mondani, hogy kényelmességek, amiket azokat a hibákat meghasználta az ellenfél. Tehát eddig nem volt ránk jellemző, a meccseken eddig jól kontrolláltuk ezeket a szituációkat, ennek szól a mögöttünk hagyott sorozat is, ezúttal nem sikerült. Mennyire frusztráló, hogy ismét a pontrugásból kaptunk gólt? Hát nyilván igen, a haladásnak is megvolt a magasságbeli fölénye. Ugye voltak olyan hiányzók, akik magasítani tudták volna a csapatot, ez nem ugye kifogásként mondom, hanem tény megállapítás. Sajnos ugye ma reggel ugye a Bobál is megbetegedett, aki ilyen szituációba segíteni tudta volna a csapatot, még kisebbek lettünk. Ezáltal benne volt a veszély ebbe, de az ellenfél részéről, hogyha megforítom, akkor meg egy gyönyörű egyéni megmozdulás volt, mert szépen fejeltek részükről, szépen nekünk, a mi bánatunkra volt ez. Úgyhogy sajnáljuk a kapott gólunkat, de hát minden kapott gólt sajnálunk. Mi kell változtatni a következő mérkőzésig, amíg csak 2 napunk van hátra? Igen, ugye meg kell nézni, milyen állapotban vannak a játékosok, azok, akik sokat játszottak a mai nap, hogy vannak azok a sérültek, akik esetleg vissza tudnak térni. Nem vagyok hívő annak az edzői mondásnak, hogy minél gyorsabban felejtsük el a vereséget, mert nem így van, mert tanulni kell belőle, hogy az a fajta határozottság, koncentráció, ami hiányzott a mai nap, az meglegyen akár már a következő mérkőzésen. És nem is a sorozat megszakadás fáj, hanem a vereség ténye fáj, amit 3 nap múlva szeretnénk kijavítani a Siófok ellen. Ugye nem csak a csapat sorozata szakadt meg, hanem a te sorozatod is, hiszen most először kaptál ki az MTK élén bajnoki mérkőzésen. Ezt hogy éled meg, szépen fogsz visszagondolni erre, vagy most még túl friss ez a vereség? Ezekre a sorozatokra mindig szép visszanézni, és tényleg egy hosszú sorozatot tudhatok, meg tudhatunk magunk mögött. Az a célunk, hogy a következő sorozatunk is ilyen hosszú lesz, és akkor nem lett probléma.